Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai adásban. Dombóvári képviselőtestületi ülésen az energiafelhasználás volt a fő téma. Húsportákba kaptak betekintést Dombóváron a diákok egy nap folyamán. Idősek világnapja alkalmából kedveskedett a dombóvári önkormányzat. A hagyományőrzés volt az attalai családi nap középpontjában. A Dombóvári képviselőtestület legutóbbi ülésének legfontosabb témája az energiafelhasználás kérdése volt a rendkívüli helyzetben. De szó esett arról is, hogy ösztönözni szeretnék a középiskolás diákokat arra, hogy vegyék igénybe a közétkeztetést. Ezzel kapcsolatban is döntést hozott a testület, kóstolónapokat biztosítanak majd a tanulók számára. Dombóvár város önkormányzata az energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedésekről is tárgyalt legutóbbi képviselőtestületi ülése alkalmával. A jelenlegi rendkívüli áremelkedést és kiszámíthatatlan piaci árakat hozó helyzetben optimális megoldást szeretnének, mondta el a polgármester. Azt gondolom, hogy nem egyedülálló, ma Magyarországon minden képviselőtestület az energiaválság megoldására próbál megoldást keresni, és nyilván mi is így döntöttünk, hogy egy olyan intézkedési csomagot próbálunk összerakni október 15-éig, amely minden szereplő számára egy elviselhető jövőképet mutat. Ebben nagyon széles körű társadalmi egyeztetést folytattunk, hiszen intézményvezetőinkkel már ez megtörtént, önkormányzati cégekkel szintén megtörtént, hétfőn folytatjuk tovább a civil tanáccsal, a sporttanáccsal, és nyilván bevonjuk a vállalkozó egyesületet is ebben. Mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy próbáljunk meg közösen gondolkodni, és nem mi húzunk merev vonalakat, hiszen itt napról napra változnak a dolgok, és azt hiszem, hogy ha közösen gondolkodunk és közösen tudunk áldozatot hozni, akkor olyan kompromisszumos megoldás született, hogy legkevesebb sérelem esik mindenkin. Nagyon fontos, hogy a testületünk fogalkörönben ragaszkodik ahhoz, hogy lakosságra, állampolgára nem próbálunk terheket róni, hiszen nem emeljük sem a belépők árát, sem a tömegközlekedés árát, és sem olyan ellátás szolgáltatás árát nem emeljük, amivel a lakosságra háríthatnánk ezt a számomra ma még azt gondolom megoldhatatlan problémát, és azt is hiszem, és tudom, hogy nem vagyok egyedül az országban és Európában, aki ezzel a kínnal küzdik. A képviselők a dombóvári középiskolákban a közétkeztetés igénybevételére ösztönző programról is tárgyaltak, kóstolónapok várják majd a diákokat. Nagyon fontos volt egy előző képviselőtestületülés gondolatmenetét tovább folytatva, hogy vajon hogy tudnánk minden szélesebb körben bevonni a közétkeztetésbe a diákokat. Erre a szolgáltatónk előállt egy nagyon jó, innovatív ötlettel. Az elkövetkezendő egy hónapban minden intézményben többször kóstolónapot fognak tartani, és megpróbálják bemutatni a középiskolásoknak azt az ételt, amit ők készítenek. Nyilván itt nem csak mindig az étel mienségével van probléma, és hogy aznap pont mi van, hanem azt is látjuk, hogy egy bizonyos életkorban menza egy kicsit snosz. Megpróbálnánk visszavezetni őket. Nyilván azt is látjuk, hogy ezzel egy olyan utat mutatunk, ahol tudunk a családoknak is segíteni, hiszen mind több gyereket tudunk naponta legalább egyszer meleg ellátásban részesíteni. Ma 1500 ebéd kerül kiosztásra Dombováron. Szeretnénk, hogy ez a létszám rövid időn belül elérni a 2000 főt, és minél hatékonyabban működne a közétkeztetés, hiszen csak akkor lehet az árakat kornában tartani, hogyha növelik a mennyiséget, ezáltal optimizálják az önköltségi áraikat, és azáltal, hogy minél több gyerek venne részt ebben, a jelenleg résztvevő gyerekek számára sem kellene térítési díjat emelni, amit már az előbb említettem is, hogy nem is tervezünk, tehát az élet mindig furcsaságokat ír. A képviselőtestület a 2022-es évi költségvetési rendelet módosítását is elfogadta az ülés alkalmával. Azok a tételek, amelyek menet közben változtak, azok átvezetésre kerültek. Sajnos biztos vagyok benne, hogy most számoltunk be utoljára arra, hogy likviditási problémáink 2020 óta még nem voltak, és most mondhatnám, hogy remélem, hogy nem is lesznek, de nincsenek illúzióim, hiszen ezeket a költségeket, amelyek nagy terhet volnak ránk, finanszírozni kell majd valamiből. Fontos lenne, hogy a sport mindannyiunk életében jelen legyen. Ma már rengeteg lehetőség közül lehet választani, mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Dombováron 27 sportegyesületnél kínálkozik lehetőség a rendszeres mozgásra, melyből 20-an települtek ki a Dombóvári Sportszövetség és a város önkormányzata által szervezett sportág választóra. A rendezvény célja az volt, hogy minden diáknak meghozzák a kedvét a rendszeres testmozgáshoz. Sportágválasztó rendezvény keretein belül ismerkedhettek meg a dombóvári diákok a városban elérhető mozgásformákkal.
Az esemény a település több pontján zajlott. Régebbi hagyományai vannak, de inkább azt mondanám, hogy az utóbbi néhány év volt az, amikor újra gondoltuk ezt az egészet. Ilyenkor, amikor szeptemberben elindul az iskola, akkor gondoltuk azt, hogy egy sportág választót tudunk tartani, és ilyenkor egy kínálatot tudunk biztosítani a jelenlévő iskolások számára, akár akik iskolát váltanak, és akkor kerülnek ide frissen Dombóvárra, és be tudjuk ilyenkor mutatni, hogy milyen egyesületek vannak Dombóváron. Dombóváron 27 egyesület van, ebből jelenleg 20 egyesület az, aki vállalta a mostani szereplést ezen a sportágválasztón. 10 van ezen a helyszínen, az Újvári Kálmán sporttelepen, és itt mellettünk a szomszédban szintén 10 egyesület, a Farkas Attila, Uszoda és környéken. Korosztályok vonatkozásában korlátozást nem gondoltunk. A legkisebbek az óvisok, akik már itt a délelőtt folyamán megjelentek, mind az 5 helyi óvodából itt voltak. Volt a részükre egy közös mozgatás, egy ilyen kis aerobikos közös torna, majd ezt követően körülnéztek itt a sportok lehetőségeit illetően, és a számokra egy sorversennyel zárult a mai délelőtt. A sorversenyen pedig 10-10 csemete küzdött egymással, a többiek pedig, akik itt voltak, drukkoltak. Nagyon szép számmal megjelentek ők is, volt, amelyik óvodából közel 50-en jöttek, és hát így, akik aktívan részt vettek a sportversenyben, és azok is, akik közvetett módon csak drukkoltak, nekik a végén egy műzli szelettel távozhattak. Az általános és középiskolás diákoknak egyéni pontgyűjtési lehetőséggel készültek a szervezők, több helyszín meglátogatása több pontot jelentett, ami értékesebb díjra adott esélyt a nap végén. 4 általános iskola és 3 középiskola a Dombóváron, ők valamennyien ideérkeztek. Egyébként a rendezvényünknél körülbelül 2000 főre számítunk, tehát 2000 diákra, illetőleg ovisra. És ezek a diákok, amikor megjöttek, akkor az információs standnál kapnak egy-egy pontgyűjtő füzetecskét, itt fel vannak sorolva a pontgyűjtési lehetőségeknek a helyszínei. Igyekeztünk a sporttal kapcsolatban egy összetett versenyt azért létrehozni. Ugye minden sport valahol a versenyről vagy a versengésről szól. Az ovisoknál ott még ezt annyira nem követtük le, de az iskolák közötti verseny az meghirdetésre került, és ennek egy fejezete az, amit előbb említettünk, ez az egyéni pontgyűjtés, hogy melyik iskolából hányan vesznek részt, és ez a részvételi szám, ez hogyan aránylik az iskolának az összlétszámával. Tehát így a kisebb létszámú iskoláknak is van arra lehetősége, hogy akár nyerjenek. Tehát az összpontszámnak ez az egyik alapja, a másik alap, másik összetevője pedig itt a szomszédos művelődési házban van egy sporttal kapcsolatos szellemi vetélkedő. Ezen 6 iskola nevezett, 2-2 csapattal, tehát összesen 12 csapat vesz részt ezen a szellemi vetélkedőn. A diákok hasznosnak találták a sportág választó szellemi részét is, ahol hasznos információkkal is gazdagodtak. A művelődési házban egy Buzanszky Jenőről szóló szellemi vetélkedő volt, amin több csapat, több iskola és csapat vett részt. Ez Buzanszky Jenő és Helsinki Olimpiáról szóltak a kérdések, és legtöbbet tudtuk a mi csapatunk is, ugyanis mi is indultunk rajta, a Szentorsója is. Igazából legérdekesebb az volt benne, hogy Buzanszky Jenő életét kicsit mélyebbről meg tudtuk ismerni a kérdések által. Én focizom már 8 éve. Szerintem a sportágválasztó azért jó, mert a gyerekekkel meg tudjuk ismertetni a többi sportot is, amit nem tudott felismerni, és ki tudja próbálni, el tud menni arra a sportra, és nagyon jó itt az idő is erre most pont, a szervezés is elég jó, és nagyon jó az benne az is, hogy a pontgyűjtő füzeteket, amiket minden sporthoz menni kell, ez motiválja a gyerekeket, hogy több helyre menjenek. A 14 éve dzsúdozó Gergő jó lehetőségnek tartja a rendezvényt, ahol a városban elérhető szinte összes sportágba betekintést nyerhetnek a fiatalok, noha ő más úton jutott el a választott sportághoz. A szülők által jött ez a küzdősport dolog nálunk, és hát miért hasznos? Igazából a szabadidőben
fejleszti a mindenféle készséget, új barátokat szerezhet az ember, szóval nagyon hasznos dolognak találom ezt. És egy közösséget is lehet itt alkotni. Itt mindenki jól érzi magát, hogy körülnézünk. Azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog. Sportág választ azért jó, mert a gyerekeknek ad egy rálátást arra, hogy milyen sportok vannak igazából a városban, milyen sporttevékenységeket csinálhatnak szabadidejükben, szóval azt gondolom, ez miatt nagyon hasznos. A sportágválasztó rendezvényhez kapcsolódva először hirdette meg példaképek elnevezéssel pályázatát a Dombóvári Sportszövetség és a város önkormányzata. Egy dombóvári sportoló életútját, érdemeinek megjelenését várták kreatív formában. A sportszövetség zsűrizte a munkákat, az első helyezett a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum diák önkormányzata által készített kisfilm lett. 1991 óta október 1-e az idősek világnapja. Ez az a nap, amikor ők vannak a figyelem középpontjában, és a mindennapi törődés mellé még plusz kedvességet kapnak. Az önkormányzatok rendszerint különböző műsorokkal készülnek számukra ezen a napon. Így volt ez Dombóváron is. Dombóvár város önkormányzata az idősek világnapja alkalmából szeretettel invitálta a településen élő szépkorúakat a művelődési házba egy délutánra, ahol gondoskodtak számukra az önfelett időtöltésről. Hagyományosan nyilván a világrendhez alkalmazkodva október előestén tartottuk az idén is ezt a rendezvényünket. Azt gondolom, az életben vannak olyan pillanatok, amikor meg kell állni, és hálát kell adni őseinknek. Ez a mai délután ez erről szólt. Köszöntőmben elmondtam, hogy tavaly két év után először álltam újba előjük, és köszöntettem őket, és azt gondoltam, hogy amíg a világ, ez így fog maradni, és remélem, hogy így is fog. És ezért én megállapítottam, hogy aki tavaly itt volt, az a közül senki nem hiányzott, inkább jöttek újak, és arra biztattam, hogy jöjjenek jövőre is. Remélem, hogy jövőre is meg tudjuk tölteni a művelődési házunkat. Szerencsések voltunk, hiszen ma egy harmadik művész kíséretével megjelent Szulák Andrea a körünkbe, aki pont 2022-ben kapta meg a Máté Péter díjat, és a Máté Péter összeállítása a kedvecskület a dombári szépkörületnek. Szeretjük megédesíteni az életüket, ezért egy bombont adtunk mindenkinek elköszönésül végén a rendezvénynek, és mindenkit arra biztattam, hogy osszák be, naponta egyet tegyenek, és minden nap jusson eszükbe, hogy jól érezték magukat a művelődési házban. A színházterem megtelt mindazokkal, akik elfogadták a város meghívását egy kellemes délutára. A jó hangulatról Szulák Andrea, valamint Molnár György és koncertzenekara gondoskodott. Én az Andit mindig úgy tartottam, hogy valami fenomenális hangja van, mindent visz, mint a piros hetes. Köszönjük szépen, hogy megemlékeztek rólunk. Örülök neki, üdvözlöm a polgármesterről. Ilyen jó még soha nem. Hát ez egy annyira színvonalas műsor volt, hogy a Szulák Andit többször is tessék ide hívni Dombóvárra. Hát ez remek volt. Csodálatos egy művésznő. Nagyon örülünk, mert nem felejtenek el bennünket, és tényleg, hogy amióta, most mondjam azt, hogy a Szilárd van, azóta több mindenben részt vesznek az időseknek, több mindent ajánlanak, vagy hát hívnak meg bennünket. A koncert végeztével a dombóvári képviselőtestület tagjai az aulában egy-egy bombonnal köszöntek el a nyugdíjasoktól, akik meghatottan köszönték meg a kedves gesztust. Az Együtt Attal a Jövőért Egyesület Magyar Falu pályázaton közel 2 millió forintot nyert programszervezésre. A pályázat 3 alappillére a sport, az egészség és a hagyományőrzés. Ezekkel a témákkal kapcsolatos programokat szerveznek a településen élőknek. Megtelt élettel az Atalai Művelődési Ház, ahol kulturális programok sora várta az érdeklődőket a délután folyamán. Az Együtt Atala Jövőért Egyesület szervezésében valósult meg a program, amelyet az önkormányzat is támogatott. Az önkormányzat mindenfajta formában próbálja a civil szervezeteket és természetesen az egyesületet is támogatni, akár pénzbeli formában, de természetesen mi itt voltunk önkormányzatként a délelőtt folyamán is besegítettünk, és hát szervezőként is próbálunk segíteni nekik. Az Egyesület 2 évvel ezelőtt alakult. Azóta is folyamatosan próbál valamilyen összetartó programot szervezni. Ez akár egy kültéri vagy köztéri virágültetésben, vagy akár egy jelen esetben egy ilyen falusi programban kimerül. Én azt gondolom, hogy ezek az egyesületek, alapítványok, akik a falusi létben léteznek, ezek mind-mind olyan gyökerei lehetnek egy közösség alkotásában, ami nagyon fontos a mai világban. Nagyon fontos a települések életében az, hogy egy összetartó közösséget alkossunk, és egy közösséget próbáljunk meg aztán összetartani.
Itt a délelőtt folyamán a helyi asszonyok próbáltak egy kis sütés-főzést rendezni, amivel aztán végül is meg fogjuk kínálni, és megvendégeljük az érdeklődőket. Atalai likas kalácsot sütöttek, illetve egy kis babujást főztek. A felnőtteknek pedig a Decsi Néptánc Egyesület fog fellépni kétszer is, hiszen a nap zárásaként ők egy táncházzal fogják zárni a programot. A délután programjai között szerepelt a helyi általános iskolások műsora, akik hagyományos népviseletet öltöttek magukra az esemény alkalmával. A helyi pávakör pedig egy dalcsokorral készült a település első családi napjára. Harag szomaj, olyan szórak csuhajla, ki a menyecskéket is megszólja csuhajla, mert a menyecske csak zsíros bögre elszalad a kutya. A gyerekek a műsor után örömmel vették birtokba a népi játszóparkot, ami az ő szórakozásukat szolgálta a nap folyamán, de emellé a szervezők különböző kézműves foglalkozásokkal is készültek a lurkoknak. Az egyesület igyekezett olyan programokat összeállítani a családi napra, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Az egyesület 2020-ban alakult, 14 alapító taggal, és a céljaink között szerepelt az, hogy a falu lakosságának különböző kulturális programokat szervezzük, kicsit őrizzük a hagyományokat, a sport, az egészséges életmódnak a népszerűsítése. Tehát tulajdonképpen az, hogy egy olyan szervezetként működjünk, akik kicsit jobbá teszik az itt élők életét, egy kicsit lehetőséget biztosítanak arra, hogy a közösség épüljön, hogy az itt élők találkozhassanak egymással. Volt már augusztusban egy egészségnapunk. Tulajdonképpen ez a program, ez egy magyar falus pályázatnak a kapcsán jöhetett létre. Az egyesület nyert programszervezésre közel 2 millió forintot. Ez a pályázat ez úgy lett összeállítva, hogy három alappillérje van, az egyik ez a sport és egészség, a másik a hagyományőrzés, és a harmadik az pedig az önismeret és a lelki egészség, és ezzel kapcsolatos programokat szeretnénk szervezni. Ugye az egészségnap már augusztusban a Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével megtörtént. Itt különféle szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők, dietetikus recepteket tanított nekik, gyerekeknek sportprogramot szerveztünk. A második programunk ez a hagyományőrző nap, ami a mai napon történik. A tervek között szerepel egy mesterségek nyomában elnevezésű programsorozat is, amelynek keretében a közeljövőben 4 alkalommal várják majd az érdeklődőket. 8 népi mesterséggel ismerkedhetnek meg majd az érdeklődők, ez októberben lesz az első ilyen alkalom, aztán a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan karácsonykor, húsvétkor, illetve tavasszal lesz majd még egy alkalmunk. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület segítségével ismerkedhetnek meg az érdeklődők a fafaragás, a nemezelés, mézes kalácssütés, a tojásfestés és egyéb ilyen népi hagyományokkal. Nagyon szép számmal jelentek meg itt a programon, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad a jövőben, és minél több embert meg tudunk szólítani. Nagyon fontos célkitűzés volt az, hogy ne csak egy korosztálynak szóljunk, hanem az időseket, a fiatalokat, a gyerekes családokat is meg tudjuk szólítani, és egy kicsit ez a hagyományőrző nap is e köré szerveződött. A település első családi napját egy jó hangulatú táncházzal zárták. Egy különleges kiállításnak ad helyszínt a Dombóvári Művelődési Ház majoros terme. Kígyós Sándor és lánya Borbála alkotásai egy helyszínen, egy térben tekinthetőek meg. Az 1000 daru, amik szintén helyet kaptak a tárlatban, vörös, arany, fehér színükkel az ünneplést, a megújulást, a boldogságot szimbolizálják. De hogy mit láthatnak még az érdeklődők, már mutatom is. Újra együtt címmel nyílt meg Kígyós Sándor szobrászművész és lánya Kígyós Borbála képzőművész első közös kiállítása a Dombóvári Majoros Galériában. A fiatalon elhunyt szobrászművész egyszerre alkotóként és népművelőként foglalkozott a művészettel. Lánya elérkezettnek látta az időt, hogy közös kiállításon mutassa be munkáikat. Az embernek szerintem vannak az életében forduló pontok és olyan események, amik nagyon elgondolkoztatják.
Hát ma az én életembe is eljött egy ilyen, amikor úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne megmutatni azt, hogy ketten mit csinálunk együtt. Az egyetemen én fémszobrászatot tanultam többek között, csak aztán másként fordult az életem, és amikor elkerültem Japánba, akkor ott lehetetlen lett volna ezt folytatni, és más irányokba, más oldalra fordult a figyelme. A japán kultúrával nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, és nagyon intenzíven, nagyon mély a kapcsolatunk családi vonatkozás miatt is. Az ezer daru történetével szintén egy nehéz periódusban kerültem kapcsolatba. Ez egy ősi japán, gyakorlatilag egy ima, meditáció, szokás, hagyomány az ezer daru szimbolikája. Nehéz vagy sorsfordító helyzetekben, vagy vágyott helyzetekben, tehát például egy házasságkötés előtt, ha valaki meghajtogatja az ezer darut, akkor a kívánsága japánok szerint valóra válik. A darvak elkészítése 5-6 hónapot vett igénybe a dizájnerként is dolgozó képzőművésztől. De van, akinek ez tovább tart, van, akinek rövidebb ideig. Tehát ez, amit itt lát, ez egy olyan kb. 6 hónapos periódus. Ez most itt van először kiállítva, ez az én életemben a második ilyen daru installáció. Az első már nincsen, már beteljesítette azt, amiért létrejött. Ott állítottunk mellette mementót ennek az első ezer daru szimbolikának. Úgyhogy ez a daru installáció, ez itt került most először felállításra. A kiállítás darabjai között ékszerek is találhatóak. Borbála 2016-ban egyetlen magyar tervezőként volt jelen a párizsi ékszerkiállításon. Én elég sok területen dolgoztam, és dolgozom is folyamatosan. Ékszerek szintén egy csendes periódusban jöttek, amikor úgy olyan fordulatot hozott az életem, hogy azt gondoltam, hogy valamit én, tehát egy tárgyat úgy szeretnék elkészíteni, hogy csak én csinálom az elejétől a végéig az összes műveletet. Kígyó Sándor szobrászművész grafikái először láthatóak kiállítás keretében. Ez idáig a nagy közönség még sehol nem találkozhatott velük. Szobrok legnagyobb része olyan, ami most is a családunk tulajdonában áll, és édesanyámhoz és hozzám nagyon közel áll. Tehát amik nagyon fontosak számunkra. A grafikái most itt vannak először kiállítva. Olyan grafikákat választottam, amikre emlékeztem gyerekkoromból, hogy számára fontosak voltak. És nagyon sok mindent megtanultam most én az édesapámból ezekkel a grafikákkal és a szobrászi gondolkodásából is nagyon sok dolgot megértettem, hogy válogattam és néztem az anyagát. A kiállítást megnyitó művészet történész hangsúlyozta, nem egyedülálló, hogy családtagok együtt mutatkoznak meg a nagy közönség számára. Ebben a kiállításban mégis van valami különleges. Kígyó Sándor, aki tényleg ilyen üstökösként a 80-as években az egyik legtehetségesebb szobrászunk volt, és a korai halála miatt igazából egy picit elfeledték. Nekem most azért érdekes ez a kiállítás, mert hogy együtt őket így még nem láttam, tehát önkéntelen az ember összehasonlítgatja, keresi a közös vonásokat, az eltéréseket. A kiállítás és az ezer daru origami alkotás október 31-ig látható majd a galériában, ahol különleges háttérként szolgálhat házasságkötésekhez. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!